Karácsony közeledtével a Tolnatáj Televízió gyűjtésbe kezdett, hogy partnerei segítségével könnyebbé tegyék a rászoruló családok ünnepét. Minket is meglepett, mennyien gondolták úgy, hogy hozzátesznek valamit az adományokhoz. A jellemzően sok gyermekes, nehéz sorban élő családoknak így valódi segítséget tudtunk adni. Rengeteg tartós élelmiszer, tisztítószer és a kicsiknek játékok, könyvek kerültek a csomagokba. Megérkezünk a Szekszárdon élő Bakó családhoz. Itt a családfő, Bakó Róbert és egyik családtagja fogad minket a fogvacoktató hidegben. Fogadják sok szeretettel a Tolnatáj televíziós partnereim nevében ezt karácsonynak. Boldog karácsonyt kívánunk! Itt szerény körülményeket és csillogó szemű gyerekeket találunk a házba belépve. Szám szerint 6 lurkó veszi át tőlünk a tartós élelmiszert és finomságokat tartalmazó ajándékcsomagokat. Természetesen a csokoládénak, a magyarókrémnek és a játékoknak van a legnagyobb sikere. A 18 éves, 14 éves és 15 éves gyermekek édesanyja évekkel ezelőtt meghalt. Azóta a nagyobbik lány, a 21 éves Evelyn vette át a családanya szerepét. Azóta 2 gyermeke született, a 2,5 éves Rodrigo és a 1,5 éves Jennifer szintén velük él. Evelyn azt mondja, nagy terhet vesz le a család válláról a rengeteg adomány. Jó érzés. A tartós élelmiszert, mosószereket. És a gyerekek minek örülnek a legjobb? Játékok, mesekönyvek, rákcsánivaló. A Bakó családnál hagyományos ételeket főznek karácsonykor. Halászlé, kalács, beigli, káposzta. A családfő elárulta, hogy szeret a konyhában sűrögni, forogni, és a karácsonyi menü elkészítése is rávár. Nagyon örül, hogy segítséget kaptak, mert itt többfajta étel kerülhet az asztalra. Főzni való dolgok, tészta, minden az olaj, ilyen dolgok. Mit fog belőle főzni, mert úgy tudom, hogy ön szokott ebbe a családba? Én szoktam húsos káposztás vállalok, ha létez fűszormazdán. Halászlevet? Halászlevet, igen. Kocsonyát szoktam főzni. A gyerekek elárulták, hogy a halászlé és a spagetti a kedvenc ételük. Utóbbihoz minden hozzávalót megtaláltak az ajándékcsomagban. Így a két ünnep között biztosan sor kerítenek a tésztás étel elkészítésére. Akik mosolyt csaltak az arcokra, Tar János, Elektrolit cégcsoport tagjai, Elektrolit Kft., Cikádor Kft., Szedres Lovas Udvarház, Hátcentrum Kft., Tolnavil Kft., Neo Baby Baba Bolt Szekszárd és Dombóvár, CBA Üzletek, Merkel Krisztina, Jézus Él Alapítvány, Fortuna ABC Tolna, Pátrix Papír Írószer Nyomtatvány Szaküzlet, Huncuc Üzlet Szekszárd Tesco Üzletsor, Diótörőmese Bolt, Panteon Temetkezési Kft., Tisza Cipő a minőségi bőrcipők boltja, Partner Textil Lakás Textil Üzlet, Mérland Bútor, Heberling Húsbolt, Berka Istvánné Tolna, Mocsán Paprika, Sédnyomda Kft. A közreműködésért külön köszönet a Médiaút Kft.-nek és Szántó Ildikónak.